szépségsebészet világszerte egyre nagyobb divat, és már régen nem az amerikai filmcsillagok kiváltsága. Élet a szépségideálok árnyékában, harc a tökéletességért. De ki dönti el, mi a szép? A Kultúrház háttérben dr. Seffer István plasztikai sebész, Szendi Gábor pszichológus és Rényi András esztéta. Ez a Kultúrház háttér. Ma este Winkler Nóra beszélget vendégeivel. Nem tetszik az orrod, kicsi a melled, vagy épp túl nagy, elállnak a füleid, nem kell boldogtalanul élned az életed, az esztétikai szabászat mindenre megoldást nyújt. Az Egyesült Államokban, de már az óceánon innen is, rohamosan növekszik azoknak a száma, akik tetőtől talpig átoperáltatnák magukat. Mert hisznek abban, hogy új külsővel boldogabbak, magabiztosabbak, sikeresebbek lehetnek. Nem kell a témában sokat emlegetett ázsiai országokig se elmennünk, sokkal közelebb. Ausztriában is szokás arcfelvarrást ajándékozni karácsonyra, de már Magyarországon is van példa arra, hogy a szülők egy kis arckorrekcióval lepik meg érettségire külsejükkel elégedetlen csemetéket, nehogy beilleszkedési problémáik legyenek majd az egyetemen. Mit kezdjünk a sokat hangoztatott állítással, miszerint a szépség belülről fakad? Első vendégem dr. Seffer István, plasztikai sebész. 30 éve van a pályán, legalább 20 ezer plasztikai beavatkozást végzett már el, és az ország egyik legjobb szépészeti klinikája viseli a nevét. Foglaljon helyet. Köszönöm. 20 ezer műtéttel a hátam mögött. Mik a legtipikusabb kérések, mik a legjellemzőbb igények ma? Hát vannak divatok az esztétikai sebészet terén. Az esztétikai sebészetnek két nagy ága van. Az egyik az alakformáló beavatkozások, a másik pedig a visszafiatalító beavatkozások, és mindegyik régen nagy igény van, különösen tavasszal, nyár elején az alakformáló beavatkozásokra. Mi volt a legkomplexebb átalakítás, amit végzett? Tehát volt olyan, ahol egy arc annyira átalakult, hogy az nehézséget okozhatott annak, aki a viselője volt tovább? Legkomplexebb, de talán a legszörnyebb átalakításaim korábban a transzexuális műtétek voltak, de ezzel már nem foglalkozom. De voltak olyan beavatkozások, amelyek 10-11 műtétet foglaltak magukba, és valójában teljesen átépítettük az arcot, a testet, végtagokat, fenéktájékot. Ezek esztétikai... Ez esztétikai beavatkozás sorozat volt, igen. És ilyenkor van, hogy rálátása van arra, hogy mi történik a pácienssel? Tehát mondjuk egy-két év távlatában? Igen, hogy ne kontrolláljuk a pácienseinket hosszú évek távlatából is, és komplex anyagunk van erről. De persze, ez mondjuk abból szempontból hülye kérdés volt, hogy nyilván ez orvosi szempontból kötelező, meg figyelni kell. Inkább úgy arra kérdezek rá, hogy érzelmileg vagy, tehát hogy hogyan él tovább valaki egy radikálisan átalakított arccal? Hát mondjuk, ha sikeres a műtét és találkozik az igény a technikai kivitelezés sikerességével, akkor ebben sikerorientált világban, ha egy ember meg tud felelni önmagának, akkor meg tud felelni a külvilágnak, a társainak, a párjának, mindenkinek. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy a műtéteink döntő többsége abszolút sikeres ebből a szempontból. Van olyan, vagy volt olyan, hogy valakit lebeszélt egy műtétről? Ez mindennapos dolgunk, olyannyira, hogy a klinikánk már pszichológust is képeztet azért, mert az a legfőbb dolgunk minden áldott nap, hogy eldöntsük, kit nem szabad megoperálni. És hogy történik ebben egy szerződés? Tehát oda megy valaki, és egyszerűen elmondja, hogy mit szeretne, ezt le lehet rajzolni, le lehet modellezni tökéletesen, és van egy kép, amire azt mondja, hogy oké, és ha én így fogok kinézni, akkor kifizetem? Hogyne, hát a mai páciensek rendkívül felkészültek, legtöbbször végigjárják a sikeresebb kollégákat, és kész ötletekkel, tervekkel, fotókkal, rajzokkal érkeznek, és akkor konzultálunk. És nálunk valóban így van, volt, hogy meg is döbbent a páciens hozzátartozója, hogy sima esztétikai esetben is 4-5-en konzultálunk. Igen, megbeszéljük egymás közt, először a pácienssel, utána pedig a kollégákkal, hogy ebből mit lehet kihozni, és hogy jövünk ki legjobban ebből a szituációból. Új külsővel valóban boldogabbak és sikeresebbek lehetünk? Önállítás, vagy tényleg segíthet a plasztikai sebészet? A felhasználási terület nagyon széles. A kisebb korrekciós műtétektől a testet, mint kvázi szabadon formázható műtárgyat kezelő értelmezésekig.
amerikai szépségből szörnyeteg, vagy rémálom plasztik kivitelben. Ő a macska nő, aki idáig közel 50-szer feküdt a kés alá, és itt még nem akar megállni. Ehhez képest a magyar Barbie, Tamási Tímea csak hobbi páciens. 13 szépészeti műtéten esett át, generál felújított teste 6 millió forintot ér. A pénzt egyébként az egyik kereskedelmi televízió csatorna fizette ki, amelynek plasztikai valóság sójában Tímea is szerepelt. Ez a 13 beavatkozás csak a töredéke annak a 25 ezernek, amit Magyarországon évente végeznek. De mégse gondolják, hogy a szám óriási. Amerikában ugyanis 600 ezeren varratják fel a ráncaikat, nagyobbítják vagy kisebbítik a melleiket, szavaznak a fenékimplantátumra, a zsírlesztívásra, vagy például a hajbeültetésre. De Brazíliában a riói karnevál szépségei sem restek, itt évente 300 ezeren fekszenek kés alá. Abban minden esetre hazánk vezet, hogy nálunk van a lakosságra jutó legtöbb aranykezű szépségsebész. Ráadásul a piac bővül, méghozzá a férfiakkal, akik nem szeretnének trendkívüliek lenni egy lógó hassal, elálló fülekkel, netán táskás szemekkel. Az igény a szolgáltatásra tehát egyre nő, a páciensek életkora meg egyre csökken. Dél-Koreában már 13-14 éves lányok jelentkeznek a rutinbeavatkozásnak számító szemtágító műtétekre, és sokan kérnek szüleiktől szülinapi ajándékba nagyobb cicit, esetleg új feneket. A Kultúrház Háttér második vendége Szenti Gábor, pszichológus. Az ember az evolúció során mindig azért harcolt, hogy vonzóbb legyen. Szerinte a plasztikai sebészet csak egy újabb eszköz a fegyvertárban. Jó estét! Evolúciós szempontot hallottunk az előbb, tehát a szépészeti beavatkozásoknak az lenne a célja, hogy valaki egy piacon mit mutasson magáról? Azt, hogy neki a reprodukciós képességei magasak? Tehát ilyen szempontból evolúciós kérdés ez? Is, tehát nyilván a legfontosabb ez, tehát az evolúcióban a szaporodás sikeressége, ez mozgat mindent. Tulajdonképpen a plasztikai sebészet az egy új korszak, egy új technika, de valójában hát amióta, amilyen messze visszanyúlnak a régészeti leletek, tudjuk, hogy az emberek mindig is próbálták fokozni a vonzerejüket. Na most a vonzerő az nem csak a szaporodás segíti, hanem például a társadalmi hierarchiában való hely megtalálását, tehát a politikusoknál például rendkívül fontos, hogy ők vonzók legyenek, de hát ez így volt régen is, tehát a törzs vadásza az a legmagasabb, a legerősebb, a legjobb képű, stb. Na most rengeteg olyan mutatót ismerünk, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy az ember kívül hordja az ő belső tulajdonságait, tehát egyrészt a termékenységet, másrészt a dominancia képességet, a géneknek az állapotát, az úgynevezett jó génűséget például a szimmetriával szoktuk mérni, tehát milliméteres eltéréseket képesek vagyunk egy ember arcán vagy testén felfedezni, és aki egy kicsit aszimmetrikus, az már kevésbé sikeres, mert nem jók a génjei. Korábban gondolkoztam rajta, de most ennek ismeretében lehet, hogy ilyen nincs is. Tehát előfordul, hogy valaki nem tökéletesen szeretne kinézni, hanem mondjuk izgalmasan, és azt izgalmasnak gondolja, hogy van egy pici aszimmetria az arcában, és olyat kér. Hát feladatunk meghagyni az aszimmetriát, mert ettől vagyunk egyediek. Ha teljesen tökéletes, szimmetrikus arcot csinálunk, akkor az már nem hasonlít a viselőjére. De amikor jönnek és mutatják, hogy ilyen szeretnék lenni, azok többnyire... Ezt megbeszéljük. Igen, megbeszéljük, hogy ez jó lesz önnek, nem lesz jó, ez illik az ön arcába, nem illik az ön arcába. Egyébként tökéletesen egyetértek a kollega úr véleményével. De mégis egyfajta tökéletességhez való tartás. A kor divatjához való trendiség fele mozdulunk el, így van? Hát én azt gondolom, hogy minden korban persze vannak ilyen-olyan irányba eltolódások, hogy éppen mire nagymell, kismell, darázsdörék, meg hasonló szempontokra nagyobb súlyt fektet egy-egy kor, de ez valójában mindig egy termékenységi mutató. Tehát a darázsdörék is, a nagymell az egy jellegzetes mutatója annak, hogy az illet, ezt luxus reklámnak, nagyköltségű reklámnak szokták hívni a evolúciós pszichológiában, ugyanis a nagymell meg a kismell között nincsen különbség szoptatási képesség szempontjából. Aki megengedi magának azt a luxus, tehát ez persze ilyen idézőjelben, ugye, mert nem direkt csináljuk, de aki megengedi magának, hogy neki nagy melle legyen,
az azt jelenti, hogy az ő szervezete nagyon erős kell legyen. Tehát így például állatoknál vizsgálják, hogy vannak olyan madarak, a páva például ugye nagyon nagy farka van, ez szinte már akadályozza a mozgásban, mégis a nőstény pávák azok ahhoz a hímhez vonzódnak, akinek egészen nagy a farka, mert itt is ez látszik, hogyha ő ezt mondjuk így, hogy megmeri kockáztatni, hogy ennyire akadályozza magát a mozgásban, akkor annak nagyon jó génjei lehetnek. Az előbb mondta, fiatalító műtétek. Igen. Itt például könnyű érvelni egy páciensnek arra, hogy mi lenne az az ideális évszám, amiben javasolt egy ilyen visszafiatalítás? Hát nincs évszám. Hát sok 20 év feletti hölgynek már szüksége van szemhéjplasztikára, és ugyanakkor lehet, hogy 45 körül még nem. Tehát ez abszolút a génektől függ, hogy milyen rejuvenációs beavatkozásokat végzünk. Jó, itt mindig úgy hangzik, mintha ebben lenne, mintha ennek csak praktikus szempontjai lennének. Tehát azt mondja, hogy szüksége van, a szüksége van az egy egyedi elbírálás alá esik. Nem csak. Sokszor már fizikailag gátolja a látásban, tehát a pillavász tartja. Ezek anatómiai elváltozások. Ezek igen. Inkább orvosi esetek. Inkább orvosi esetek, de végül is az esztétikummal összefügg. Ergo esztétikai típusú műtétet kell elvégezni. Egyre több nő és férfi is fekszik a plasztikai sebészkése alá, hogy elégedettebb legyen magával. 2 éve csak az Egyesült Államokban 1.800.000, tavaly pedig több mint 2 millió szépségsebészeti beavatkozást végeztek. Egy felmérés szerint pedig az utóbbi években megduplázódott azoknak a pácienseknek a száma, akik már 16 éves koruk előtt kés alá fekszenek. Szeretne Nicole Kidmanre hasonlítani? Vagy inkább Pamela Andersonra? Kérem, semmi akadálya, ha a plasztikai sebész szakmailag megengedhetőnek találja. A jelszó mindent lehet. Ha van elég pénzünk, feketéből még fehérek is lehetünk. Ahogy Michael Jackson, dollárból átszámítva a potom 200 millió forintért. Michael Jackson látható 5 évesen, és gyakorlatilag most jelenleg a 45 éves koráig fel van dolgozva az összes arcformája. Tehát gyakorlatilag többször történt neki archámlasztás, amivel egy fehérítő kezelést ért el. Beavatkozások történtek 5 darab az órán, itt fokozatosan láthatjuk, hogy alakul át az óra. Először a csontos struktúrákhoz nyúlt hozzá, utána a porcosokhoz. Jelenleg oxigénsátorban kénytelen élni, mivel ezek az orrlyukak annyira szűkek, hogy nem tud átmenni rajta az oxigén. Persze az orvoson sok múlik, meddig hagyja elmenni a pácienst. Ahogy dr. Molnár Miklós mondja, egy plasztikai sebész egyben pszichológus is, akinek le kell beszélnie a beteget a műtétről, ha úgy látja jónak. Pedig különleges kérésekből jó néhány akad. Gyakran végzek fenékplasztikát, és a Jennifer Lopez jön előre állandóan, hogy az a Jennifer Lopez fenék az legyen meg, az a legelső, amit nagyon szeretnének. Akkor voltak ilyen kérések, hogy Giselle Bündchennek a mellét szeretnék, akkor volt ilyen, hogy Paris Hiltonnak az orrát szeretnék. A legtöbb páciens az ilyen típusú albummal jár, és megérkezik, és kinyitja az albumot, és akkor ott vannak a képek. És hogy hogyan néz ki a páciensek szerint az ideális nősztárokból összegyúrva? A kívánság statisztikák alapján a bőre sima, mint seré, az orra éppen olyan fitos, mint Nicole Kidmané, a mellei olyan nagyok, mint Pamela Andersoné, a feneke pedig kerek, mint Jennifer Lopezé. Csak egy a bökkenő, ezek a sztárok tökéletes testrészeiket szintén a sebészkésnek köszönhetik. A Kultúrház harmadik vendége Rényi András, művészettörténész, esztéta. Az esztéta szerint a fejlett technológia lehetővé teszi, hogy egy sor testi adottságunkat megváltoztassuk, és ezáltal a modern kultúrákban egy új testfelfogás alakult ki. Mi a lényeg az új testfelfogásnak, hogy úgy kezelhetem a testemet, mint egy szabadon alakítható, kvázi tőlem független formát? Hát mindenesetre elég feltűnő kortárs jelenség, hogy az emberek sokkal, korábbiaknál sokkal szabadabban próbálják kezelni a testüket. Részben a technológia ezt lehetővé teszi, de hát rengeteg divat van, amelyik arra utal, hogy az emberek ma sokkal merészebben nyúlnak a testükhöz, mint mondjuk a mi kultúránkban, a mi polgári, európai, vagy hát nyugatias kultúránkban, ez mondjuk az elmúlt 2-3 évszázadban kialakult. Az, hogy léteznek virtuális valóságok, amit, ahogy a Kultúrház előző adásában is mondtam, hogy van ez a Second Life, ami egy virtuális tér, amiben bárki kvázi egy másik identitását élheti meg, és próbálhatja ki nagyon érdekes módon. Hogyha ezt egy normális mai jelenségnek vesszük, akkor mondjuk elfogadható indoklása egy elég komoly átalakító műtétnél, ami mondjuk az arcomat is érinteni, pusztán az az igényem, hogy én egyszer, nekem semmi bajom, csak egyszerűen szeretnék
egy másikat. Ha én ezzel jövök, akkor engem vállal? Nem feltétlen. Miért? Nem biztos. Tehát elemezni kell, így túl egyszerű a kérdés. Egy-egy esztétikai műtét indikációnak eldöntése fél órás, egy órás konzultáció után történik. Tehát így hirtelen, hogy valaki befordul az utcáról, és egy ilyen extrém kérést ad elő, nem biztos, hogy... Jó, de mondjuk én ott ülök annak... 60 percen, 80 percen, nagyon okosan és koherensen érvelek amellett, hogy én unom ezt, aki ma vagyok. Semmi probléma nincs, egyszerűen unom globálisan, és valami mást akarok. És már jól érvelek. Ha csak unja, akkor nem fogok hozzányúlni. Ez biztos. Pedig ma, amikorban élünk, szerintem elég jól, tehát pont az ilyen analógiák miatt gondolom, hogy ez egy olyan, az ember ezen többet fantáziál, mint mondjuk 40 éve fantáziált. Hát igen, de hát azért különbség van a között, hogy az ember virtuálisan alakít ki friss új identitásokat, mondjuk az interneten, a chatszobákban, vagy a Second Life-ban, vagy hasonló ilyen virtuális valóságban megtehet, és a között, hogy a valós fizikai testét alakítja át adott esetben olyan mértékben, ami tartósan átalakítja a, és egy életen át viselni fogja ennek a nyomait. És én az egyik problémát pont abban látom, hogy most van egy ilyen őrült búmja ennek a test átalakításnak, vagy például a tetoválásnak, ami szerintem bizonyos értelme ennek ez a analóg jelenség, ahol az emberek olyan nyomokat visznek fel a testükre, vagy amiről azt gondolják most, hogy tetszik nekik, és a jelenlegi igényeiknek, a jelenlegi megújulási igényeiknek megfelel, de nem biztos, hogy 10 vagy 20 év múlva is meg fogja megfelelni, és lehet, hogy én legalábbis azt látom, hogy a saját testünk, a saját életünk időbeliségének, vagy a sorsunk bizonyos értelemben megváltoztathatatlanságának a tapasztalatát, azt az ember csak akkor realizálja, amikor már túl késő. És hát ezért az előrehozott műtétek nagyon sokszor, ami éppen tetszik, nekem lehet, hogy 10 vagy 20 év múlva már nem tetszene, és akkor mit fogok csinálni? Itt az a helyzet, hogy ugye egy fogyasztói szemléletben az emberi test is fogyasztási cikké válik, a siker is fogyasztási cikké válik, és itt egyrészt erről van szó szerintem, hogy az emberek saját testüktől elidegenednek, és úgy tekintenek rá, mint egy tárgyra, amit lehet módosítani, hogyha nem elég sikeres. De másfelől meg azért az érdekes azokat a trendeket megfigyelni, mert ugye most mondhatnánk, hogy ez a kopasz fej, vagy a tetoválás, vagy ilyesmi, az mondjuk miköze annak a reproduktív sikerességhez. De hát az evolúcióban jól ismerjük azt a jelenséget, amit elfutó szelekciónak neveznek. Tehát amikor látszólag értelmetlen tulajdonságok valamiért vonzókká válnak mondjuk a nőstények számára, az ő szemükben, pont a hosszú toll, a faroktól például erre jó példa, és onnantól a hímek, hát mint egy ilyen genetikai versenyfutásban elkezdik növeszteni a farktollukat, jó lehet egyre nehezebb azzal repülni meg mozogni, de a nőstényeknek ez tetszik. Tehát itt egy ilyen túlhajtottságot látunk, ugyanez ugye a kigyúrt test, az anorexiás test, mindegyikben azt látjuk, hogy egy ponton már a racionalitáson túlmutató túlhajszolása van a dolognak. Igen, hát a divat diktátorok a 60-as évektől azt találták ki, hogy idézőjelben csúnya, nagyon vékony csontváz nőre dobjuk fel a ruhát, és akkor nem a gyönyörű női testet nézi a közönség, hanem a szép ruhát. És ebből alakult ki ez a rendkívül skinny divatirányzat, ami genetikailag vékony nőknél rendben van, hát szép vékony. De hogyha genetikailag nem vékony valaki, és erővel szeretne ilyen vékonnyá válni, hát az betegségekhez, sőt sok esetben halálhoz vezet. Tehát ez nem éppen egy egészséges trend a hölgyeknél. De amit a fiatalitásról mondott, és aztán azt mondom, hogy nem kaptam rá azt a választ, tehát hogy múltkor voltam egy társaságban, ott volt egy általam ismeretlen nő, 45 évesnek satszolnám, és együtt töltött 4,5 óra alatt semmi más nem láttam az arcán, mint azt az elkeseredést, hogy nem 22. És ennek nagyon sok fizikai jelét láttam az arcán, amit meg tudott oldani vagy oldatni, és nagyon sok olyat a szemébe, amivel semmit nem fog tudni kezdeni. Tehát azt ijesztő látni, hogyha
hogyha az öregedéssel, ami az életnek a legtermészetesebb belejárója, ennyire nehezen barátkozik meg valaki? Hát ez a társadalom ilyen, tehát az öregedéssel nagyon-nagyon nehezen barátkozunk meg, férfiak, nők egyértelműen, mindkét nemre jellemző ez, és ebben azért mi nagyon sokat tudunk segíteni egy kis önállításban, becsapásban jelenleg, de később olyan technológiai forradalom van, hogy nem csak fizikálisan, nem csak a szemnek tudjuk majd visszafiatalítani az emberi testet, hanem valójában is az öregedési folyamatokat meg tudjuk fékezni, de hát erről még jelenleg szentségtörés beszélni ma Magyarországon. Kiből van egyébként több? Egyedülálló, életet vívő páciensből, vagy aki párkapcsolatban van és abban szeretne? Hát nincs ilyen statisztikám, de azt hiszem nincs szignifikáns különbség az egyedül élők és a párban érkezők. Hát olyan kórtermeink vannak, ahol eleve párokat tudunk elhelyezni. Tehát nagyon sok párkapcsolatban élő érkezik hozzánk. Egy pillanatra én visszatérnék el az evolúciós dologra. Én az az érzésem, hogy abban, amiről most itt beszélünk, az inkább egy kulturális jelenség, mint evolúciós. Uh-huh. Én nem értek ehhez, természetesen. Kultúra nem evolúció terméke? De én nem azt mondom, hogy nincs evolúciós háttere, én csak azt gondolom, hogy a többek között az emberi reprodukciónak, az emberi szexualitásnak, és úgy a szexuális vonzásról beszélünk, az egyik legfontosabb tulajdonsága éppen az, hogy leválik, egyre inkább leválik a reprodukció elsődleges funkciójáról. Az emberek nem azért akarnak tetszeni, és nem azért akarnak fiatalabb és szebb testet maguknak, mert termékenyebbek akarnak lenni, hanem azért, mert ahogy mondtad, egyet értek ezzel, mert ugye itt az emberek a saját külseje is egy árucikké válik, önmagunkat el kell adnunk egy piacon, önmagunkat el kell adnunk az érzelmek, az indulatok piacán is, ha szabad így fogalmaznom, tehát az embereknek a saját külsejük egy kommunikációs felület a világgal, és ez hozzátartozik. Ezen arra úgy nem értek egyet, mert hát mindenki úgy gondolkodik az evolúcióról, hogy az tegnap véget ért, és most már itt nem érvényes. Hát a kulturális evolúció az ugyanúgy napjainkig tart, sőt az emberi test evolúciója is tart. Na most az, hogy a kulturális evolúcióban ez a bizonyos elfutó szelekció révén olyan tulajdonságok válnak szexuális szimbólummá, vagy növelik valakinek a attraktivitását, ami egyébként józanész alapján teljesen abszurdum. Ez arról szól, hogy hát ilyen a kulturális evolúció. De ez nem azt jelenti, hogy az őseredeti motívum, tehát itt arról van szó, hogyha bárkit megvizsgálunk, az őseredeti motívuma a tetszés mögött mindig az, hogy szeretném eladni magam, szeretnék egy jó hímet vagy egy jó nőstényt kapni, aki segít az én utódomat fölnevelni, és az jó génű lesz és sikeres lesz. Ezért tanulunk, ezért csinálunk bármit, akarunk sok pénzt, ezért leszünk politikusok, vagy nem leszünk, mert ez mind azt jelenti, hogy... Ez lehet, hogy így van, ezt nem tudom megítélni, nem értek ehhez, ez nem lehet, hogy a legvégső motiváció az ez, de tulajdonképpen ez az a szintje, amivel voltaképpen nem tudunk mit kezdeni, ezzel foglalkozni nem tudunk. Legalábbis én nem tudom, hogy ezzel mit tudnánk egyébként kezdeni. De az tény, hogy az orrunk előtt zajlik, és évenként, vagy 5 vagy 10 évenként változó trendekben alakul át az, hogy éppen mi számít szexuálisan, vagy erotikusan vonzónak egy adott kultúra, egy kulturális fejlődés. Én nem vitatom azt, hogy ennek van evolúciós háttere. Hát, csak nem tudom, mit magyaráz meg. Na figyelj, hát most például ott vannak a kopasz, kigyúrt emberek. Hát most, ha neked arról nem az jut eszedbe, hogy ez behúzhat nekem, tehát, hogy ő a domináns bizonyos helyzetekben, hogy egy liftben nem biztos, hogy jó vele fölmenni, mert lehet, hogy nem együtt szálltok ki. Tehát tulajdonképpen ez bizonyos körökben, ez a társadalmi dominancia üzenete. Mi a soha? Oké. De bocsánat, az a helyzet, hogy... ezt a vitát. Annyi időnk volt ma, mert ez volt már a Kultúrház háttér. Itt van Erdős Gábor, várja majd önöket, addig pedig nézegessék a www.akulturház.hu-t. Köszönjük.